Államtitkár úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Újra és újra van szerencsém elmondani azt, hogy a mentőszolgálat működése az töretlen. Ez a napi működésre is vonatkozik, annak a gazdasági hátterére is, amelyben, csak hogy néhány adatot mondjak, nincsen tartozásunk, 30 napon túli az semennyi, azon még túli szintén semennyi, és napi tartozásaink is csak technikai jellegűek, tehát a számlák kifizetése folyamatos, és a gazdasági, illetve az üzemi és a mentési működés is folyamatosan biztosított. Ez igaz a földi és a légi mentésre egyaránt. Az, hogy ezzel ellentétes állítások időnként megjelennek, az számunkra azért nagyon súlyos gond, mert a belénk vetett bizalom bármiféle megingása az ember életekbe mérhető. Ha a honfitársaink nem hívják a mentőt akkor, amikor szükség van ránk, ez ember életeket jelent. És bárki, aki ezt a bizalmat megingatja, az ember életekért felelhet. Az egy másik nagyon súlyos gond, hogy mindez még választási kampányban is időről időre előjön. Miközben ez nem választási téma. Ezt a magam oldaláról nagyon súlyosnak és elítélendőnek tartom. A fejlesztéseink is haladnak előre, nap mint nap adunk át új mentőautókat, a mentőállomásaink felújításait megkezdtük, ezek is haladnak előre. Természetesen előre nem látott problémákba ütközünk, a 20-30 éves adósság köszön ilyenkor vissza ránk, ami újabb és újabb költségterheket jelent. Ezekre nem csak idei, de 5 és 7 éves terveink is vannak. Ezeket a terveket szakértői szinten a fönntartóval napi gyakorisággal egyeztetjük, és ezek megvalósulására is már vannak konkrét előre lépések. Úgyhogy csak megismételni tudom önmagamat, a mentés biztonsága töretlen, és semmi nem veszélyezteti, sem a levegőben, sem a földön. Ezt kérem, vigyék hírül mindenkinek. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm Önöket, és igazából örülök ennek az újságcikknek, mert akkor újra elmondhatom azt, amit nap mint nap elmondtunk eddig, hogy a mentőszolgálatot, amit kőkorszaki állapotban vettünk át, és nézzék meg ezt a két mentőautót, azt örököltük, sokszor 6-800 ezer, 1 millió 300 ezer kilométer futás teljesítménnyel. Ezeket az autókat cseréljük olyanra, azok már mi vagyunk. Tehát, hogyha valakit most csak azt a 40 nem tudom hány autót nézem, amit már átadtunk az új mentőautókból, a legújabb körből, Vásár és Naménytól, Szendrőig, Siófoktól, Tiszalökig, Ibránytól, Tokaig kinéz az ablakon, vagy szirénázást hall, akkor már ilyen mentőautós is láthat. Mire ennek a programnak vége, a mentőautók egyharmadát újra cseréltük, és nagyon sok ilyet, ami milliós futás teljesítménnyel ment, le fogunk cserélni olyanra. Eddig vettünk 120 úgy mentőautót, most 200 mentőautónak az első 178-as adagjából érkeznek minden héten az a 7-10 jármű és áll szolgálatba. Ne felejtsék el azt sem, hogy ezekben az autókban, mindegyikben, a régiben és az újban is, már egy olyan EKG készülék van, ami még hogyha csak mentőápoló van, aki felveszi az EKG-ket, egy központból már értékelni tudják, tehát ezek a mentőautók, amiket mi most futtatunk, már többre képesek, jobb ellátásra képesek, és egyből célzottan tudnak sietni a beteggel. Hogyha végigveszem azokat a 100 milliós, milliárdos fejlesztéseket, akkor el fogom önöket untatni. Hogyha belegondolok abba, hogy a költségvetésen felül tavaly 1,4 milliárd forintot, idén 2 milliárd forinttal növeltük az országos mentőszolgálat költségvetését, azt megelőzően másfél milliárd a 120 mentőautóra. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy folyamatosan követjük a mentőszolgálat helyzetét, és folyamatosan teszünk arról, hogy fejlődjön, és a működő képessége ne csak megmaradjon, hanem egyre többre legyen képes.
A 22 új mentőállomás, 60 felújított mentőállomás, és igen, van olyan, ahol a falakba nem tudjuk beépíteni a felújításkor az elektronikus garázskaput, hanem még valamilyen munkát el kell végeznünk, és ahhoz többletforrásra van szükség, akkor ezeket a forrásokat meg fogjuk hozzá keresni. Tehát fejlődik a mentőszolgálat, a mentés biztonságban van, és a kőkorszaki állapotokat 5-7 éves szervezett munkával fel fogjuk számolni. Az az örökség, és ez pedig az, amit mi már a valóságba helyeztünk. Tehát szeretnék mindenkit még egyszer megnyugtatni és megköszönni, hogy alkalmam volt egy valótlanságokat tartalmazó újságcikk kapcsán elmondani, hogy mi mindent tettünk és teszünk a mentőszolgálatért.